Üdvözlöm Önöket, ez itt a Képtár. Az adventi hétvégeken idén is kifut a balatonfenyvesi kikötőből a fényvitorlás. Virinát, a 10,5 méter hosszú túrahajót több mint 50 méternyi ledes izzósor borítja ünnepi fénybe. A Balaton egyetlen ilyen vitorlásán karácsonyi zene is gondoskodik az ünnepi hangulatról. Karácsonyi muzsikával is hívogat a fényvitorlás a balatonfenyvesi kikötőben, ahonnét idén már negyedik éve fut ki a különleges ünnepi hajó. Ezúttal Virinát, a 10,5 méter hosszú sport és túrahajót díszítették fel, több mint 50 méternyi ledes izzósorral. Ha Budapestnek lehet egy fényvillamosa, akkor miért ne lehetne a Balatonnak egy fényvitorlása? És mivel, hogy itt Balatonfenyvesen ez egy új kikötő, így jött az ötlet, hogy akkor fogunk egy vitorlást, feldíszítjük, szebbnél szebb karácsonyi izzósorokkal, karácsonyi zenével, és minden adventi hétvégén itt meg lehet csodálni a kikötő területén. Nem csak nézni és fotózni lehet a különleges vitorlást, hanem fel is lehet szállni rá. Időjárástól függő, nyilván, hogyha már hűvösebb van decemberben, akkor egy 20 perc is bőven elég kinn a nyílt vizen, de azért egy fél óra, 3-4 órát simán lehet vele hajózni. Andreáék nem először érkeztek a fenyvesi kikötőbe a fényvitorláshoz. Mint mesélte, nem csak a felnőtteknek, hanem a gyerekeknek is nagy élmény hajózni vele. A hangulat az csodálatos volt, zene, a fények, a sötét Balaton is mégis körülötte azok a csodálatos fények. Nagyon-nagyon-nagyon megindító volt. A fényvitorlás az adventi hétvégéken 5 órától látható ünnepi fényében a balatonfenyvesi kikötőben, ahonnét igény szerint bejelentkezés alapján szállítja az utasokat egy rövid téli hajózásra. Pécs is csatlakozott az idén 80 éves Bak Imre képzőművész ünnepléséhez, hiszen kiállítás nyílt a mester korábbi alkotásaiból a Nick Galériában, ahova az elmúlt évtizedek munkáit hozták el budapesti segítséggel. A megnyitón lehetőség nyílt személyesen kérdezni Bak Imrét alkotó munkájáról. A 80 éves Bak Imrének nyílt kiállítása a pécsi Nick Galériában november végén. A tárlatot Nagy András esztéta, a Janus Pannonius Múzeum művészettörténeti osztályának vezetője nyitotta meg. Az az irányzat, amit Bak Imrét besorolják, az a hard age. Ez a hard age ugye a kemény élet jelent, valamiképpen a konstruktivizmushoz kapcsolódik, de más, hiszen úgy lehetne talán a különbséget megfogalmazni, hogy nincsen igazából kompozíciós középpontja a hard age képeknek, valahogy a képek egyrészt a méretük miatt is megnyílnak a külső tér felé, másrészt pedig befogadják ezt a teret. Ennek része a formázott vászon is. A Modern Magyar Képtár állandó kiállításán egy ilyen formázott vászon kép szerepel Bak Imre alkotásaiból. Tehát a hard age ehhez kapcsolódik még a színmező festészet, ez a nagyon egységes, akrillal festett, mint egy a festői kéz mozdulatot kiiktató objektív jellegű formák jellemzik, a lesarkított, geometrikus idomok, egy harmonikus rend festészete ez tulajdonképpen. A másik, amit nagyon fontos elmondani, hogy minden mű és a modern művészetnek ez a jellemzője formasorozatokba illeszkedik. Nincs egy mű önmagában, tehát nem egy monász a mű, egy lezárt egész, amiről a művész kvalitása, vagy egyáltalán a mű mondani valója egy leolvasható lenne. Mindig a mellette lévő mű, az előtte lévő mű és az utána lévő mű határozza meg azt a nyelvet és azt a beszédmódot, amit egy művész használ, azt a következetességet, ahogy a formákat variálja, hiszen minden esetben valahogy a 60-as, 70-es évektől a nyelvtudomány és a nyelvfilozófia együtt ment a modern képzőművészettel. Valahogy nyelvként értelmezték ezeket a jeleket, de a lényegük az az, hogy ezek nem motivumonként lefordítható, verbalizálható jelek, hanem egyszerűen vizuális viszonylatok, amik mindig sorozatműveként jönnek ki igazából. A kiállítás az elmúlt évtizedek anyagából egy budapesti galéria segítségével jött létre. Ez az anyag valójában egy budapesti galériától, az ACB galériától került ide. Kiállított anyag is a budapesti galériának a tulajdonában van, most már pár év óta. Ez az anyag persze egy időutazást is jelent, miután az közel 50 évvel ezelőtt készültek ezek a lapok,
Bár nagyon nehéz az elmúlt 60 éves alkotóidőszakot néhány mondatban összefoglalni, mégis megkértük a mestert, emeljen ki néhány szerinte meghatározó momentumot pályájából. Borzasztó nehéz munkakörülmények között kellett dolgozni. Tehát én mondjuk 25 évig voltam különböző munkahelyeken, állásban, mert ahogy képeket, műtárgyakat nem lehetett eladni, valahogyan pénzhez kellett jutni, hogy élni tudjunk és dolgozni tudjunk. Ami hát ugye megterhelte az ember fizikumát, idegrendszerét, hogy közben aktívan próbáltam mindig is dolgozni. Na most, hogy 60 év az elég hosszú idő, és a kezdeti munkánkat nem lehet egy életen keresztül ismételgetni. Tehát, hogy én egyébként is mindig fontosnak tartottam, hogy a művészet történeti folyamatokat komolyan vegyem. Tehát ahogyan változik a világ, változtam én is, és változtak a művészeti folyamatok is, ezzel próbáltam azért mindig egy kicsit együtt mozogni, úgy, hogy közben folyamatosan persze koncentráltam arra, hogy ebben én ne veszek el, tehát hogy a mindenféle információk és aktualitások, amik mindig nagyon érdekeltek, ezek visszakötődjenek egy énhez, önmagamhoz. Igen, mindig is a kíváncsiság vezetett újabb, meg újabb dolgokat próbáltam ki, és nem tudok ezek között igazában rangsort sem fölállítani, mert ez a kíváncsiság sodort egy kicsit mindig újabb és újabb a művészeti világok felé, és ebben az értelemben akkor mindegyik lépcsőfok fontos volt, mert a következő nem jöhetett volna létre az előző nélkül. Tehát, hogy én azért alkatilag is építkező ember vagyok, és a szakmában is valamilyen módon építgettem a saját világomat, és ezért, ha így visszatekintek erre a hosszú időszakra, akkor ez egy változatos világ, azt hiszem, de, és ezt persze szakértőknek kell jobban és pontosabban elemezni, hogy milyen módon sikerült minden változás ellenére ebben valamilyen folytonosságot és közös nevezőt meghatározni. A kiállított munkákat decemberben még megnézhetik az érdeklődők. Egészen pontosan december 30-áig láthatóak a 80 éves Bak Imre munkái a Pécsi Nick Galériában. Negyedik éve szerveznek Siófokon jótékonysági árverést mézes kalács épületekből siófoki beteggyermekek és családjaik megsegítésére. Az idén az 5 éves izomgyengeséggel küzdő Dominiknak és családjának segítenek. Az összegből a kisfiú életminőségén szeretnének javítani. 40 alkotás készült az idei mézes kalács jótékonysági vására, amelyre múlt hét péntektől lehet licitálni. Évről évre egyre több mézes kalács készítő csatlakozik a kezdeményezéshez. Vannak visszatérő készítőink, van nagyon sok készítő, aki az első évben nagyon mérgelődik, mert nehezen megy, de azért jön vissza, és a második évben is hozza természetesen a kis műveit. Nagyon sokan visszatérnek, és hál' Istennek egyre többen jelentkeznek, és külön családok, gyerekek, iskolák, óvodák. Vannak, akik már több évtizedes múlttal rendelkeznek mézes kalács sütésben, de persze, mint mondják, egy épületet megformálni így sem egyszerű. Már a tervezés is hosszas előkészületeket igényel, és bizony nem mindig sikerül elsőre a megálmodott alkotás. Nagyon kell vigyázni, hogy ne deformálódjon a tészta, meg vannak a technikák, hogy hogyan szabad kivágni a sablon mellett, nem szabad húzni, és nagyon kell vigyázni, hogy ne kapjon gőzt.
mert a mézes tészta magába szívja a párát, és abban a pillanatban isteni finom puha lesz, aminek a család örül, de mézes kalácsházat azt nem lehet belőle készíteni. Idén Karácsonyi Dominiknak és családjának segítenek. Az 5 éves kisfiú Miller-Fischer szindrómában szenved, amely gyakorlatilag azt jelenti, hogy az izom működése nem megfelelő, sokszor a mozgás, evés is nehezen megy neki. A család örömmel fogadta a felajánlást, hiszen, mint mondják, a kisfiú állapotának szinten tartása rengeteg pluszköltséggel jár. Nagyon örültem, mert már végét járjuk, tehát ez, én nem dolgozom, amióta a Domi beteg, és nem is nagyon tudnék ez mellett, a betegség mellett. Így a párom fizetéséből jövünk ki, tehát most bővült a család is, és hát azért négy felé oszlik a kiadás. Ez mellett ugye a Domira koncentrálva, ő az első, hogy ezt szinten tudjuk tartani, ezt a betegséget. Licitálni december 13-án este 8:30-ig lehet az esemény Facebook oldalán. Az árverésen befolyt összeget december 19-én adják át a családnak. Évzáró koncertet adtak a pécsi Ércbányász Fúvó zenekar tagjai december 1. vasárnapján. A teltházas előadáson népszerű és komolyabb darabok hangzottak el. Lehetőség volt a produkciók meghallgatása mellett a zenekar idei évéről, helyzetéről is beszélni. Ezzel a koncerttel zárta az évet a pécsi Ércbányász koncertfúvó zenekar. A december 1-i alkalom lehetőséget adott arra, hogy értékelje az évet a zenekari titkár. Az idei évünk az elég jól sikerült. Rögtön úgy kezdtük, hogy januárban elmentünk Olaszországba, az Európa kulturális fővárosa, idén Matera, és oda kaptunk meghívást, az eddigi kulturális fővárosokból hívtak fúvós zenekarokat. Aztán hát a szokásos tavaszi hangversenyünket teltház alatt adtuk, szintén itt a nevelési ház művelődési házában, és nyári szerepléseink voltak a Zsolnai negyedben, a nyáresti térzenék keretében. Bordal Fesztiválon, mint minden évben szerepeltünk, és hát így érkeztünk el az év végéig a mai évzáró hangversenyünkig. Népszerű és közönségkedvenc darabok, komoly művek szerepeltek a műsoron. Vegyes műsorral készültünk, komolyabb művet is, például Erkel ünnepi nyitányát adjuk elő, de könnyedebb hangvételű, a közönségnek inkább fülbemászó dallamokkal is készültünk, és a végén egy ráadás számmal az adventre való tekintettel a Jingle Bells számot játsszuk el. Szóba került a zenekar jelenlegi helyzete, az utánpótlás kérdése. A mai létszámunk az 41 fő, a fellépő létszám, ez nem túl nagy, az utóbbi évekhez képest aránylag egy kisebb létszám. Gondunk van az utánpótlással, mindenkit szívesen látunk, aki tanult zenét, tud zenélni, és szívesen áldozza a szabad idejét arra, hogy közösen muzsikáljunk, de a fiatalok közül elég nehéz manapság az utánpótlást feltölteni, küszködünk vele, de azért vannak fiatalok, tehát van azért fluktuáció is. Hát egy mindennapos küzdelem ez az igazság a fennmaradásunkért. De a többi zenekarnál is ezt tudom, hogy ez a helyzet. Alapvetően az együtt zenélés öröme az, ami alapvetően ide vonza a zenélni tudó embereket. És hát a közös programok, esetleges külföldi vendégszereplések, vagy a külföldi vendégzenekarok fogadása, kapcsolatok építése, tehát alapvetően így
ez ami vonzó lehet már, akinek ez az. Szívesen fogadnak fúvós jelentkezőket a zenekarnál, azt is megtudtuk, milyen felkészültség kell ehhez. Ez is teljesen változó, tehát nyilván amatőr zenészek vagyunk. Egy alapszintű hangszer tudása valakiben megvan, van, aki még zeneiskolát sem végzett, autodidakta módon elsajátította a hangszer tudást, kottát kell nyilván olvasni, az alapvető dolog, de aztán fejlesztheti bárki magát, hogyha az nem. Igazából nem szoktunk senkit elutasítani, nyilván egy alapvető hangszer tudása szükséges. A következő évre már van lekötött időpontja a zenekarnak. A jövő évben van egy tervezett törökországi fellépésünk, amit idén az olaszországi fellépésünk miatt nem vállaltunk el, de oda ki tudtuk közvetíteni a Vasutas zenekart. Ők voltak idén Edirnében. Ha minden igaz, jövőre akkor mi mennénk egy ottani fúvós zenekari fesztiválra. Azon kívül a szokásos fellépéseinket tervezzük, tehát különösebben ezen kívül rendkívül itt nincsen egyelőre. Nagyon nagy kottatárunk van, tehát a zenekar nagyon nagy kottatárral rendelkezik, még az Ércbányászati Vállalat zenekaraként gyűltek össze a kották, és most abból a kottatárból veszünk elő olyan műveket, amit már nagyon régen játszott a zenekar, a mostani tagok közül csak egy páran voltak benne, és ezeket újítjuk föl. Azon kívül persze, ha a tagok ajánlanak valami olyasmit, akkor azokat is szívesen eljátsszuk. Ebből a széles repertoárból hallhatott a közönség egy közel 2 órás koncertet december 1-én. A Nevelési Központ színházterme teljesen megtelt. Polis Art Studio, ezzel a címmel nyílt különleges kiállítás Pécsen. A tárlaton a Baranya megyei rendőrfőkapitányság munkatársai által szabad idejükben készített műveket láthatnak az érdeklődők. Festményeket, fotókat, maketteket és kézzel készített ékszereket is láthatnak az érdeklődők a Művészetek és Irodalom házában Pécsen. Az alkotásokat a Baranya megyei rendőrfőkapitányság jelenlegi és nyugalmazott munkatársai készítették szabad idejükben. Én úgy gondoltam, hogy nagyon fontos, hogy egy picit közelebb hozzuk a rendőrséget az itt élő emberekhez. Mindig a rendőrökről azért teszünk be, hogy bírságolnak, mogorvák, és hát nem is lehet hozzájuk szólni. Azt szeretném, hogy ez a vélemény megváltozna, és picit közelebb kerülnénk egymáshoz. Szerettük volna megmutatni azt, hogy a rendőröknek van egy másik oldala is, otthon ők is emberek, olyan hétköznapi dolgokkal foglalkoznak, mint mások, és vannak olyan kollégáink, akik hegyet másznak, küzdősportot űznek, zenélnek, és olyanok is, aki valamilyen művészeti alkotást készítenek. Egyelőre nem tervezzük ennek folytatását, ezt megvárjuk, hogy ez milyen népszerű lesz, aztán elgondolkodunk rajta, de jövőre ugyanebben az időszakban szeretnénk megismételni, és remélem, hogy több kollégánk is merít ebből, bátorságot nyer, hiszen tudom, hogy van még olyan, aki foglalkozik ezzel, de nem akarta kiállítani, tartott tőle, és remélem, hogy sokkal nagyobb kiállítást tudunk csinálni a jövő évben. Az egyenruhások között akad, aki már több évtizede foglalkozik hobbiával, de vannak olyanok is, akik csak néhány éve kóstoltak bele egy-egy művészeti ágba. Gájer Andrea például a fotózásban találta meg a kikapcsolódást. Mondhatni természetfotókkal, és hát telefonnal készítem a fotóimat, és nincs szerkesztve, nem nyúlok hozzá, nincs rajta világosítás, semmi vágás, tehát ahogy lefotózom az erdőbe, úgy van hagyva. Igazából nekem ez egy kikapcsolódási tevékenység a munka mellett. Nem tanultam, ez mondták már fotósok, hogy benned van. Hát igen, valószínű, meg hát nagyon szeretem. Meg engem a természet kikapcsol, tehát futok, és a futás mellett valahogy így jött. Nálam volt a telefon, és jött a fotózás ezzel együtt.
ezeket én válogattam ki, 20 darabbal indulhattam, több ezer fotomból kellett kiválasztani ezt a 20-at, igazából 24 lett, és tulajdonképpen így, nem szóltak bele, hogy én most mit hozzak. Szűcs Pál élethű makettek építésével foglalkozik szabad idejében. Hihetetlen, de alkotásai több 10 000 darab gyufából és fogpiszkálóból állnak, melyeket akár évekig is készít. Még aktív rendőrkoromban, ugye amikor nyugtatásképpen nagyon jó bejött ez nekem, hogy elkezdtem építeni. Először egy kis bajorházat, utána egy skótkastély, majd utána elkészítettem a bajor királyi kastélyt. Közben eltelt az idő, azt 2 év alatt sikerült összehoznom, de minden épületem kívül belül el van készítve, tehát ami én nálam fontos, hogy belül is el tudjam készíteni ugyanúgy, mint az eredetet. Majd 2003-ban elmentem nyugdíjba, és utána kezdődött a úgynevezett dömping, mert azt követően minden évben átlagban elkészítek egyet. Gyermek a helyszínre lefotózom kívül belül, majd ezt követően a fotó és az emlékezetem alapján készítem. Semmi tervrajz, semmi rajz nincsen, tehát annak alapján van. Annyi rajz van, hogy amikor hazajövök, ugye eldöntöm, hogy mekkora legyen, vagy sárga, kisebbség, és akkor az ablakoknak egy szintre kell, hogy kerüljenek. Ennyi rajz van, hogy meghatározom, hogy mekkora legyen a szint, és akkor az ablakok adják meg tulajdonképpen az épület nagyságát. Vitális Ágnes a selyemfestést és az ásványékszerkészítést választotta hobbijaként. Az ékszerkészítés az úgy indult, hogy a családban nagyon sok a nő nálunk, és így hobbi szinten elkezdtem egyedi ékszereket készíteni neki karácsonyi ajándékképpen, aztán annyira megtetszett, hogy tovább folytattam, és most már egy kicsit magasabb szintre igyekeztem emelni. A selyemfestés pedig másfél éve úgy indult el, hogy tulajdonképpen egy munkából kifolyólag találkoztam össze egy selyemfestő hölgyel, a Meleg Andreával. Közösen vettünk részt egy olyan programban, ahol én a nők elleni erőszakkal kapcsolatos bűnmegelőzési programunkat mutattam be, ő pedig a selyemfestést, és ahol összetalálkoztunk, ebből egy ilyen sorsszerű dolog következett, én elkezdtem hozzájárni, tanulni, és elkezdtem selyemet festeni, és ez az egyik legnagyobb szenvedélyemmé vált, most már másfél éve csinálom, és nagyon nagy szeretettel, meg örömmel hoztam el ide a sájaimat és a képeimet, amik készültek eddig. Vannak egyszerűbb technikák, de amikor egy ilyen viszonylag több mintával rendelkező sálat rajzol meg az ember, akkor van olyan, hogy 6-8 órát is igénybe vesz egy ilyennek az elkészítése, de ilyenkor sokszor én ezt nem is veszem észre, hogy ennyi idő telik el, mert annyira kikapcsol, annyira pihentet, és annyira teljesen egy más világba kerülök át közben, hogy igazából az idő múlását észre sem veszem ilyenkor. Az ékszerek kicsit gyorsabban készülnek, de van, amikor ott a tervezés igényel hosszabb időt. Előfordul, hogy 1-2 napig érlelődik, hogy mit is készítsek, de nagyon sokszor maguk a kövek inspirálnak, hogy amikor megkapok egy követ, megveszek egy követ, és látok benne valamilyen fantáziát, akkor van úgy, hogy egy fél órán belül elkészül belőle valami gyönyörűség, de olyan is előfordul, hogy tologatom napokon keresztül, és próbálgatom a variációkat, mire olyan lesz, amit én szeretnék, ami nekem is tetszik, mert csak olyasmit adok ki a kezemből, ami nekem is tetszik. A kiállítást december 22-ig láthatják az érdeklődők Pécsett a Művészetek és Irodalom házában. Ennyi volt már a képtár, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!